A fiatalok először hobbiból kezdtek érdeklődni a fotózás iránt, amivel mára már komolyan foglalkoznak. Maguktól fedeztek fel mindent a fényképezés világában, olyan ismerősök segítségével, akik már a szakmában dolgoztak. Először, mint modellként mentem el hozzá, és annyira megtetszett, hogy mondtam, hogy én is szeretnék belevágni, és egy éve jutottam körülbelül olyan helyzetbe, hogy tudtam venni egy nagyon jó kezdőgépet. És akkor nem ragaszkodnak egy témához, minden érdekli őket, amit látnak, legyen az akár természetfotó, akár egy portré. Lényegében ilyen természetfotókat próbáltunk összeszedni, mind a ketten inkább ilyen természetpártiak vagyunk, Dávid az most már javarész portréfotózással is foglalkozik, de igazából így állatokat szeretünk fotózni, meg így, amit igazából az ember a természetben lát mindent. Időszaktól vagy időjárástól teljesen függetlenül viharokat is szeretünk fotózni, hogyha van rá lehetőség. Igyekszünk téli képeket is csinálni ősszel, hogyha olyan lehetőség van, van pár kép, ami ugye az ilyen diós korszakot idézi, tehát igyekszünk ilyeneket. A korábban csak fotomodellként tevékenykedő Viviennek ez volt az első kiállítása, de már is számottevő érdeklődést kaptak a képei. Egyik ismerősöm vett a most már feleségének egy fényképezőgépet, és akkor így gyakorlatilag elkezdtünk, kimentünk kipróbálni. És így megtetszett, hogy lehet vele mosni hátteret, meg nagyjából, hogy értékelhető képet is lehet vele készíteni, és így autodidakta módon, amit a Pilis István is mondott, hogy elkezdtem, utána kérdeztem, olvasgattam, kaptam egy fényképezőgépet, mármint, hogy még egy ismerősömtől kaptam egy fényképezőgépet, azzal tanultam, nagyjából egy évig, és akkor megszakadt ez a kapcsolat, és akkor vettem magamnak egy saját gépet, akkor már sokkal több utánajárás után vettem egy viszonylag komolyabb gépet, és akkor elkezdtem fejleszgetni egy objektív, és hát autodidakta módon vannak barátaim, akik szintén fotóznak, és akkor így együtt a játszintal is nagyon sokat konzultáltam, jártunk mindenhova, jártunk közösen is fotózni, meg járok egyedül is. Dávidnak ez már a harmadik kiállítása, és nagyon valószínű, hogy az egyre szélesebb körben felfedezett művészről még sokat fogunk hallani. A legelső kiállításom az úgy jött, hogy a játszinnak elküldtem szinte az első képeimet, és mondta, hogy van felnőtt kategóriában itt verseny. És hogyha már úgy is érdekel, akkor mutassad neki pár képet. És aztán még 4-5 képet mutattam neki, és azt megkérdezte, hogy kiállíthatja-e. Mondom, csak név nélkül, mert nem vagyok rájuk büszke. Kiállította, és felnőtt kategóriában második helyzetet értem el vele. Megjött a lelkesedés, hogy akkor van egy kis plusz. Most a következő kiállítása már készültem is. A Viviről készült akkor nagyon sok motorozott régebben. Vele csináltam nagyon sok portrét, és akkor elkezdtem ráni a portrékra. Mindig mondta Viviennek, hogy szeretne róla képeket csinálni motorozás közben, így mikor ő vállalta a modellkedést, egy egész kiállításnyi anyagot sikerült fotózni. És akkor az volt az arculatok kiállítás 2022-ben, és akkor ez most itt a harmadik. Ez meg úgy jött, hogy a Vivit elkezdtem kicsit strófolni, hogy jó lenne, hogyha elkezdenem, mert mondta, hogy szeretnék fotózni, de a fotózás drága. És akkor mondtam neki alternatívákat, hogy hogyan lehet elkezdeni, úgy, hogy legyen sikerélménye is, és akkor az még nem olyan költséges. És nagyon jó áron talált egy gépet, viszonylag elészen jó felszerelve, tehát különféle objektívekkel, és akkor nagyon sokszor kimentünk közösen fotózni, és akkor ott állt mellettem mind a két gép az állványon, és akkor mondtam neki, hogy na most ezt így próbáld meg, ha úgy szeretnéd, akkor úgy próbáld meg, és akkor mondhatod neki, mi a különbség, és akkor gyerünk rajta magadtól egy kicsit. És ott van az eredménye, tehát tudott egy kiállítást csinálni, szóval, és nagyon jó képeket csinált. Tehát vannak olyan nézőpontok a Vivinél is például, amit én irigylek benne, mert itt van az őszi kép például, a diók, meg a nem is tudom, magfa levelek, amiket én próbáltam őszi képet komponálni és rendezgettem, de nekem valahogy nagyon nem tetszett a szememnek, úgyhogy ő meg csak azt mondta, hogy kiszorta, mindezt lefényképezte. Noha egészen másképpen dolgoznak, a másik munkájából is sokat tanulnak, mindig ötletet adnak egymásnak. Annyira spontán, hogy jó, tehát ő a spontán dolgokban sokkal jobb, én inkább ez a tervezősebb vagyok, hogy beállítom, próbálom abból a szemszögből, de
kinek mi fekszik, igen. Az ő példájukon látható, hogy ha nem is adott minden feltétel, ha van lelkesedés, szorgalom, akkor bármit el lehet érni. A jövőre vonatkozólag már most rengeteg tervük van. Mind minőségben, mind a választott témákban szeretnék bővíteni ismereteiket.